Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Metszet. Rendeződni látszanak a román-magyar államközi viszonyok. Legalábbis erre lehet következtetni Szijjártó Péternek, Magyarország külügyminiszterének január végi bukaresti látogatásából. Úgy tűnik, ezzel megtörik a jég a két ország között, hiszen Magyarország és Románia között 4 éve szünetelnek az addig rendszeresen megszervezett kormányülések. Ezt a mosolyszünetet az erdélyi magyar közösség is megsillette. A diplomáciai kapcsolatok elakadásával megszűnt az a fórum, ahol a kisebbségi kérdéseket megtárgyalhatták volna. Szijjártó látogatásáról és annak következményeiről lesz szó mai adásunkban. Tartsanak velünk! Orbán Viktor 2015. júliusában Tusnádfürdőn, a bálványosi nyári szabadegyetemen és diáktáborban a magyar-román államközi kapcsolatokról beszélve úgy fogalmazott, sok jót nem mondhat erről a viszonyról. 2012-ben is lényegében egy bizalmi alapon álló, gyakorlatilag és eredményeket hozó együttműködés jött létre az akkori román kormány és a mi kormányunk között. Ez 12-től kezdődően megváltozott. Én nem emlékszem arra egyébként, hogy vezető román politikusok, idejött a miniszterelnököt is, annyi szó rúgtak volna bele Magyarországon, mint az 2012 után errefele divattá vált. Úgyhogy közben Magyarország nem tért le arról az álláspontról helyesen, hogy nekünk minden népnek és minden nép választott vezetőinek meg kell adni a tiszteletet. Ezért mi ezt nem viszonoztuk. A magyar miniszterelnök júliusban előrevetítette, hogy az új államfő hivatalba lépésével és a politikai szintér akkor még csak sejthető átalakulásával a két ország közötti viszony is javulhat. Nyilvánvalóan a román-magyar viszonyt azok a személyeskedő megjegyzések, amelyek korábban bajt okoztak, a jövőben nem fogják terhelni. Úgy látom, hogy egyre kevésbé terhelik. Elvileg tehát itt van a lehetőség arra, hogy megpróbáljuk ott folytatni, ahol 2012-ben a románok döntés eredményeképpen abba hagytuk, vagy ameddig eljutottunk. Tehát én látok egy lehetőséget egy új kezdetre. De hogy ez bekövetkezik-e? Hogy van egy ilyen igény a román külpolitikában és a román belpolitikában? Mit akar pontosan az általunk tisztelt elnök úr Románia élén? Hogy egyáltalán hogyan áll majd föl itt az ebben a nehezen áttekinthető helyzet után egy világosabb feladat és hatáskör megoldása, egy felelős vezetés? Ezt mi nem tudjuk megmondani, bele sem kívánunk szólni, sőt kommentálni is, a jóisten mentse meg bennünket, hogy ilyet tegyünk. Egész egyszerűen várnunk kell, és ha kinyílik a lehetőség, akkor mi magyarok készállunk, hogy fölvegyük azt a falat, ami szerintünk be se kellett volna ejteni, és amely egyébként mindannyiunk számára, Románia számára, és a románok számára, Magyarország számára, és a Magyarország magyarok számára, és a Romániában élő magyarok számára is sokkal üdvözítő külpolitikai kapcsolatrendszer, mint a jelenlegi. Miért is ne térhetnénk vissza ehhez, ha józan észre belátható, hogy mindenkinek ez a jó? A tavalyi év végén Viktor Ponta távozásával és az új Dacian Csolos vezette technokrata kormány színrelépésével új lehetőségek körvonalazódtak a kétoldali viszony javítására. Az első jelek nem is várattak sokat magukra. Január 29-én Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere hivatalos látogatást tett Bukarestben, ahol a szenátus elnökével és a miniszterelnökkel is egyeztetett. Román kollégájával, Lázár Comănescu külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján Szijjártó elmondta, miért fontos Magyarország számára az, hogy jó viszonyra törekedjen Romániával. Én szeretném önöknek hangsúlyosan elmondani, hogy Magyarország stratégiai partnerként tekint Romániára. Stratégiai partnerként, mert összekötnek minket az egymás területén élő nemzeti közösségeink, összekötnek minket egymással a szoros gazdasági kapcsolatok, és összekötnek minket a sorsdöntő európai ügyekben képviselt hasonló álláspontok. Én azt gondolom, hogy ez a három dolog pontosan elég ahhoz, hogy egymásra stratégiai partnerként tekintsünk. A magyar diplomácia vezetője arról is ejtett néhány szót, hogy miért volt feszült a két ország közötti viszony a Ponta kormány idején. Az Európai Unió történetének legsúlyosabb válságát éli jelenleg a bevándorlási válság miatt, és bizony az elmúlt időszakban a bevándorlási
válság nyomán a korábbi román kormány egyes tisztségviselői méltatlan vádakkal illették Magyarországot, erre a magyar kormány kellő keménységgel reagált, és ez bizony ezt a stratégiai kapcsolatot némiképpen kisiklatta. És éppen ezért itt és most szeretnék köszönetet mondani Csolos miniszterelnök úrnak és Komanescu külügyminiszter úrnak, amiért ez a hangulat teljesen megváltozott. Bár a külügyminiszter látogatásával ismét elkezdődhet a kétoldali kapcsolatok épülése, egyelőre nem esett szó a közös kormányülések megszervezéséről. Szijjártó egy rögtönzött sajtótájékoztatón többek között a Metszetnek nyilatkozva elmondta, a kormányülésekig még hosszú az út, egyelőre a bizalmat kell a két ország között újra felépíteni. Együttes kormányülésekről nem beszéltünk, arról viszont sokat beszéltünk, hogy a magyar-román stratégiai kapcsolatokat hogyan állítsuk helyre a nemzeti közösségeink és az országaink érdekében, mert hogy nem lehet vitás, hogy mind a magyar közösségnek itt Románia területén, mind a román közösségnek Magyarország területén az az érdeke, hogy a két ország között legyen egy olyan normális együttműködés, amelynek a nyomán a nemzeti közösségek, kisebbségek ügyeit a siker reményével tudjuk megvitatni. Ezért fontos, hogy Romániának a mostani kormánya kifejezetten nyitott arra az együttműködésre, amelynek nyomán a még kétségtelenül meglévő nyitott kérdéseket a siker reményével tudjuk megvitatni. A hivatalos látogatása alatt Kelemen Hunorral is találkozott. Az RMDS elnöke tájékoztatta a magyar diplomácia vezetőjét az erdélyi magyar közösséget ért jogsértésekről. Sok olyan ügy van, erről reggel Kelemen Hunor elnök úrral részletesen beszéltem, amelyeken még dolgoznunk kell, hogy a helyi magyarság számára kielégítően rendeződjenek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy valóban kielégítően rendezni tudjuk ezeket az ügyeket, ahhoz közös sikerekre van szükségünk, mert kell a bizalom. A Metszet kérdésére, hogy létezik-e ez a bizalom, Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, hogy most létezik nyitottság a román kormány részéről a két ország közötti kapcsolatok helyreállítására, amelyek a pont a kormány magyar kormány elleni támadásai miatt megbicsaklottak. Jól láthatóan a mostani technokratának nevezett román kormány korán sem a konfliktus élezésében érdekelt, hanem abban, hogy ezt a kapcsolatot valóban stratégiaivá tegye. Tehát egy pragmatikus, a kölcsönös érdekekre és a kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködésben érdekelt a mostani román kormány, és ezzel mi sem vagyunk másként. Kelemen Hunor az RMDS elnöke az erdélyi magyar közösséget ért jogsértésekről tájékoztatta a magyar diplomácia vezetőjét. Szijjártó látogatását a román-magyar viszony normalizálódásának mindenképpen pozitív mozzanataként értékelte. Szerinte geopolitikai tekintetben is nagyon fontos, hogy a két ország között rendeződjön a viszony. Azt gondolom, hogy a két ország közötti viszonyt, hogyha sikerül normalizálni, mert az elmúlt esztendőkben azért eléggé konfliktusos volt, vagy feszült, akkor az már egy nagy előrelépés lenne, és ehhez egy ilyen közvetlen látogatásra szükség volt. Az nem elég, hogy Brüsszelben valahol a külügyminiszterek összefutnak egy-egy értekezleten a folyoson. Ilyen kétoldalú megbeszélésekre szükség van, ezért én azt gondolom, hogy egyrészt, hogy Szijjártó Péter Bukarestbe akart jönni, másrészt, hogy a külügyminisztérium erre a látogatásra nyitott volt, egyébként korábban nem volt nyitott egy ilyen látogatásra, az azt mutatja, hogy a mostani román kormányban nem szeretném elkiabálni, de nagyobb a szándék, a nyitottság, hogy rendezzék a kétoldalú viszonyt, illetve az, hogy a miniszterelnök is fogadta, meg a szenátus elnöke is fogadta a magyar külügyminisztert, megint csak azt mutatja, hogy a Csolos kabinet az úgy gondolja, hogy nem lehet fenntartani, értelmetlen fenntartani azt a feszült viszonyt. A szövetségi elnök szerint, ha a viszony normalizálódik, akkor a dolgok visszakerülnek a normális kerékvágásba, és a kisebbségi kérdések is visszakerülhetnek a kétoldali tárgyalások napirendjére. Ezeket a folyamatokat azonban nem lehet siettetni. Nem föltétlenül mindig dobbal kell verebet fogni. Én ezt készséggel elismerem, a diplomácia amúgy sem erről szól. Innentől kezdve egészen a gazdasági kérdésekig, a gazdasági együttműködésekig az út az hosszú, de én kimozdulni látom a holtpontról ezt a román-magyar viszony. Nekünk ez az érdekünk. Én, ha szabad, ezt kértem novemberben Csolostól, amikor miniszterelnöknek jelölte őt az államfő, és megkeresett bennünket, hogy
Az ő számára egy nagy kihívás az lesz, hogy egyrészt Romániában a többség-kisebbség viszonyában fordulópont álljon be, helyreálljon, ha nem is egyik napra a másikra, de fokozatosan az a bizalom, ami nélkül nagyon nehéz építkezni, és nagyon nehéz pozitív jövőképet felrajzolni az erdélyi magyarságnak. Másrészt a két állam közötti viszony. És itt azt látom, hogy azért sokkal pozitívabb a hozzáállás, mint a Pontáék idejében. Szerinte a párbeszéd elengedhetetlenül fontos. Enélkül a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartásának kérdésében sem lehet előre lépni. Hosszú távon, amennyiben ez az együttműködés javul, a bizalom helyreáll, akkor azt hiszem, hogy az erdélyi magyar kisebbségi kérdésekről is, az erdélyi magyar közösség kérdéseiről is sokkal nyíltabban fognak tudni beszélni, és akár a közös megoldásokat is tudják keresni. Én azt gondolom, hogy ha most eljutunk odáig, ha eljutnánk odáig, hogy a meglévő törvényeket alkalmazzák, és ne használjanak közigazgatási és bírósági eszközöket, mert ez a legszomorúbb és a legfölháborítóbb, a megszerzett jogok megnyírbálására, akkor már egy fontos új állomáshoz érkeznénk. Tetszik vagy nem tetszik, ki kell mondani, hogy ma az elsőrendű szempontunk nekünk az, hogy a megszerzett jogokat konszolidáljuk. És keresni a továbblépésnek a lehetőségét. De meg kell próbálni konszolidálni azt a helyzetet, amiről lehet sok mindent mondani, hogy sok, kevés, pont annyi, amennyit el lehetett érni, stb. De ezt kell konszolidálni, mert minden irányból támadják. A nyelvi jogokat támadják, a visszaszolgáltatásokat támadják, az oktatásban minden osztályért külön meg kell verekedni egy-egy, főleg szorványvidéken vagy interetnikus környezetben, és akkor még csak 3-4 példát mondtam, és sorolhatnám hosszan ezeket a példákat. A konszolidációhoz a jó viszony, vagy a javuló viszony mindenféleképpen hozzá tud járulni, tud segíteni. Ennek a jó viszonynak a megalapozásában a közös kormányülések nagy szerepet játszhatnak. Ezek rendszeres megtartásaig vezető út lépéseinek tekintetében Kelemen azt látja, előbb a bizalmat kell újraépíteni. Ez nem megy egyik napról a másikra, de nyilván most egy más kormány van, egy technokrata kormány van, a kétoldalú megbeszélések, hogyha elkezdődnek, tudomásom szerint nem sokára a gazdasági vegyes bizottság is találkozni fog, az már jó, az már fontos, de azt hiszem, hogy igazából a romániai választások után. Mert mindenki tudja, hogy ez egy olyan kormány, amelynek a mandátuma limitált egy szűk esztendőre. Ez egyébként látszik a mindennapi döntéseikben is. És azt hiszem, hogy ha most elkezdődik az a fajta párbeszéd, amely a bizalmat helyreállíthatja a választások után, ezen keresztül el lehet odáig jutni, hogy akár miniszterelnökök találkozzanak, és azt követően mindenféleképpen odáig, hogy kormányülés szűkebb vagy teljes plénumban megtörténhessen. A kapcsolatokat föl kell vinni kormányfői és államfői szintre. Utána következhet szerintem az, hogy újra közös kormányülést szervezzenek. Kelemen szerint sok minden függvénye, hogy át lehet-e menteni a most elkezdődött építkezést az őszi parlamenti választások következtében megalakuló új kormányhivatali időszakára. Ezt előre nem szabad kőbevésett vagy szentírásnak tekinteni, hogy mi fog történni, mert a választási kampányban is történhetnek olyan dolgok egyik vagy másik szereplő részéről, amelyek a későbbiekben kihatnak a kétoldalú kapcsolatokra. Én bízom benne, hogy nem, mert a választásokon nem a szomszédokkal kell foglalkozni, van bajunk elég. Egyrészt, másrészt pedig, hogy ki nyeri meg a választásokat, milyen kormány alakul, ki lesz a miniszterelnök, kik fogják a diplomáciai részt irányítani, vezetni, ki lesz a külügyminiszter, kik lesznek az államtitkárok, ez mind-mind rettenetesen fontos, és természetesen, hogy milyen irányt szab a mostani államelnök a külpolitikájának a következő években, mert a külpolitikát azt elsősorban az államelnök irányítja, de nyilván a miniszterelnök személye nagyon fontos, főleg a kormány kapcsolatokban. Kelemen abban reménykedik, hogy mind Magyarországnak, mind Romániának az az érdeke, hogy a közép-kelet-európai államok között szoros legyen az együttműködés. Egy tágabb perspektívában fontos. Ugyanis látszik az, hogy az Európai Unión belül olyan törésvonalak kezdenek kialakulni, amelyeknek az áthidalására akkor van lehetőség,
hogyha a közép-kelet-európai államok nem külön-külön próbálnak érdeket érvényesíteni, hanem együtt próbálnak érdeket érvényesíteni, és ez nem arról szól, hogy a régi Európa, az Európai Unióról beszélünk, meg az új Európa konfliktusba kell föltétlenül álljon. De azt látni kell, hogy vannak érdekkülönbségek mindenféleképpen. Csak most az első ilyen nagyon látványos, hogy az Amerikai Egyesült Államok a haditechnikát és katonai jelenlétet növel Közép-Kelet-Európában, Romániában, Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban, és ez láthatóan irritálja Olaszországot, Franciaországot, még Németországot is. Ez azért történik, mert a regionális biztonsági tekintetben áttevődik a hangsúly a Földközi-tengerről a Fekete-tenger térségére. Nem a Földközi-tenger kárára megy végbe ez a folyamat, hanem az oroszországi döntések következményeként. Az orosz döntések azt eredményezték, hogy a Fekete-tenger térségében megnőtt az orosz hadi erő. Na most ezt valamilyen formában egyensúlyba kell hozni. De ez nem tetszik mindenkinek Európában. Itt van már egy olyan biztonságpolitikai kérdés, stratégiai kérdés, ahol a közép-kelet-európai államok együtt lehetnek. Energetika politikában úgy szintén együtt kell, hogy menjenek hosszú távon, és akkor még nem beszéltünk infrastruktúráról, nem beszéltünk egy csomó más kérdésről. Szijjártó látogatása kapcsán a sajtó ismét arról kezdett cikkezni, hogy ennek folyamányaként a román külügy jóváhagyja vagy sem a nagyváradi és marosvásárhelyi konzuli irodák létesítését, amit eddig megtagadott. Szijjártó látogatása során felvetette román kollégájának a konzuli irodák ügyét. A román fél Szijjártó látogatását követően a konzuli irodák kapcsán úgy nyilatkozott, hogy ebben az ügyben már született egy negatív döntés, ami továbbra sem változott. A Magyarország számára a kettős állampolgárokkal való kapcsolattartás miatt fontos konzuli irodák nyitásának kérdését ismét fel kellene vetni ahhoz, hogy újbóli elbírálás történjen. A magyarországi külügyminisztérium megkeresésünkre azt válaszolta, hogy magyar részről a konzuli irodák megnyitásának ügye a továbbiakban is szerepel a kétoldalú tárgyalások napirendjén. Az RMDS közbenjárását azonban ez ügyben nem kérte a magyar állam. Van egy olyan része a történetnek, hogy ezt mindig nem kötelező, de az államok szeretik egyensúlyba tartani. Na most, hogyha fölbomlik az egyensúly, és nem jó az államok között a viszony, akkor ilyen reakciók várhatóak. Illyés Gergely politológust arra kértük, hogy értékeljen, milyen hatása lehet a magyar külügyminiszter látogatásának az erdélyi magyar kisebbség romániai helyzetére. Természetesen a magyar kisebbségnek az lenne az érdeke, hogy jó kapcsolatokat ápoljon a két kormány, függetlenül attól, hogy éppen milyen pártok alkotják ezt a két kormányt, mert így lehetne lassú építkezéssel valamiféle, hogy mondjam, jogkiterjesztést elérni. Az olyan illúziója ne legyen senkinek, hogy itt egy-két év alatt bármiféle mérőható változás lesz, ez egy hosszú folyamat. De azt gondolom, hogy nem normális, hogy két szomszédos ország között ennyire fagyosak legyenek a kapcsolatok, ilyen csak itt nálunk, Kelet-Európában fordulhat elő, ugye. A politológus elmondta, a Kelemen Hunor által vázolt problémákat Szijjártó nyilván nem először hallja. Azonban amennyiben körvonalazódott is valami ezek kapcsán a román féllel folytatott egyeztetésen, valószínűleg az erről való tárgyalás még nem jutott olyan szintre, hogy azt közölni lehessen. Nem tudjuk, hogy egyébként a román-magyar tárgyalásokban pontosan mi zajlott, hiszen ez nem nyilvános, mi csak azt tudjuk, hogy a sajtónyilatkozatokban mi van, illetve mit mondott el a két tárcavezető. Ezekben a beszédekben nem szerepelt olyan kérdés, ami közvetlenül a romániai-magyar kisebbséget érintené, de azt gondolom, hogy a tárgyalásoknak nagyon az elején vagyunk még. Tehát én ezt nem tartom egy negatív dolognak. Így és szerint az viszont kétségtelenül bíztató, hogy a tárcavezetők abban egyeztek meg, hogy nagyon gyakran fognak találkozni, akár ők ketten személyesen is, és ami talán még ennél is fontosabb, a tárcák közötti egyeztetés alacsonyabb szinten is végre megvalósulhat. Azonban az kérdés, hogy a magyar külügyi tárcának lesz-e befolyása arra, hogy a román felet rábírja a magyar közösség ellen elkövetett jogsértések megakadályozására vagy visszaszorítására. Ha a két ország felismeri azt, hogy nem csak a gazdasági kapcsolatok terén van szükség együttműködésre, hanem például olyan közös érdekek és kihívások érik ezt a régiót, és ilyen érdekek lesznek még az elkövetkező 10-20 évben, amelyek feltételezik azt, hogy jó kapcsolatok legyenek, és egymást támogatva, akár Brüsszelben és a brüsszeli érdekérvényesítés során egymást támogatva lehet valamiféle előrehaladást elérni, és itt most
gondolhatunk akár az ide érkező anyagi forrásokra is, tehát egyáltalán nem mindegy például, hogy 2020 után mit fog mondani Nyugat-Európa, hogy ad-e még pénzt ennek a régiónak felzárkóztatásra, vagy nem. Itt kőkemény közös érdek lesz nem csak a két ország, hanem általában az új tagállamok között. És hogyha ez a közös érdek összekovácsolja ezt a régiót, akkor abból mi csak nyerhetünk, azt gondolom. Hiszen nem csak román-magyar viszonylatban vannak például ilyen nemzetiségi kérdések, hogyha a Nyugat-Balkánt nézzük, a volt Jugoszláviát, amely ugye azt látjuk, hogy az utódállamok többsége már tagjelölt, előbb-utóbb Európai Uniós tagország lesz, akkor elképzelhetetlen az, hogy a nemzetiségi kérdés valamiféle módon nevetődne fel. A legnagyobb akadályt a politológus abban látja, hogy a román politikai pártok nem merik a kisebbség-többség viszonyának kérdéskörét tematizálni, mert tartanak attól, hogy az éppen aktuális ellenfelük a szemükre hányná, hogy engedményeket tesznek az ős ellenségnek, a magyaroknak, így pedig nagyon nehéz valamilyen pragmatikus előrehaladásban gondolkodni. Azt gondolom, hogy csak hosszú távon lehet ezeket a kérdéseket érdemben befolyásolni. És itt szándékosan nem azt mondom, hogy megoldani, mert megoldani nem a magyar kormány fogja az erdélyi magyarság problémáit, viszont befolyásolni, jó irányba befolyásolni a folyamatokat, az mindenféleképpen lehetséges, de semmiképpen nem rövid távon, és csak hosszú távról beszélünk. És rögtön hozzá is teszem akkor, hogyha valamiféle nagy európai vagy világpolitikai folyamat nem állítja a feje tetejére ezt a régiót, mert még az utóbbi év tanúsága az, hogy igazából bármi megtörténhet. Elsősorban a bizalomnak kell felépülnie a két ország között, és ezt a folyamatot nem segíti az, hogy Romániában még mindig vannak olyan intézmények, amelyek nem erőforrásként tekintenek a magyar kisebbségre, hanem potenciális veszélyt látnak benne. A Csolos kabinet részéről azonban lát nyitottságot az országközi viszonyok rendezésére. Ez a külügyminiszteri találkozó is azt bizonyítja, hogy van nyitottság, de ez a nyitottság azt gondolom, hogy elsősorban a közös európai és főként a migrációs válsággal kapcsolatos érdekeknek szól, nem pedig a kisebbségi helyzetnek. Tehát valóban marginális jelenleg ez a téma, azt gondolom, a két ország tárgyalásainak a napirendjén, de ez ilyen fázisban azt gondolom, hogy természetes. Tehát a román kormányt nem az motiválta ebben a nyitásban, hogy fogadták a magyar külügyminisztert, hogy valamiféle előrehaladást szeretnének a magyar kisebbség vonatkozásában, sokkal inkább más kérdések voltak napirenden egyébként, nem csak a migrációs helyzet, hanem akár az energetika is, hiszen éppen a gázvezetékek összekapcsolására kapnak jelentős forrásokat ezek az államok, ami a délről irányuló gázforgalmat illeti, és ebben a kérdésben is egy egyeztetés az egy elemi érdek. Bár a két külügyminiszter sajtótájékoztatóján a román-magyar határon az esetleges kerítés-építés kérdése is felmerült, ami kapcsán a román külügyminiszter elmondta, hogy fontos megvédeni a határokat, de tulajdonképpen ezt a témát igyekezett rövidre zárni. Ez a téma még mindig érzékeny, hiszen pár hónappal ezelőtt elítélték az európai vezetők. Íj és Gergely szerint viszont a helyzet mára egy picit megváltozott. Ma már nem arról beszél senki, hogy nem szabad kerítést építeni, mert ez embertelen, hanem arról beszél mindenki, hogy meg kell védeni a közös uniós határokat és a közös schengeni határokat. Mindenki látja azt az elmúlt hetekben is, hogy német, osztrák, skandináv viszonyulás az változik. Hogyha pedig Németország és Ausztria úgy dönt, hogy nem engedi be korlátlanul ezeket az embereket, akkor ezek az emberek itt fognak ragadni ebben a régióban. Akár a Balkánról beszélünk, akár hogyha ott is lezárják az útvonalat, ugye akkor akár tengeri úton próbálnak mondjuk Olaszországba menni, de az is előfordulhat, hogy éppen a görög-bolgár szakaszon próbálnak meg eljutni a Schengeni övezetbe, és ez ugye azt is jelentené, hogy át kell menniük Románián, és ebben az esetben merülne fel ez a bizonyos magyar-román határkerítés. Én ennek akkor látom realitását, hogyha a görög-bolgár határon nem tudják ezt megállítani, mert jelenleg román és bolgár elemi érdek az, hogy ott legyen inkább határ, és a bolgárok építik egyébként a kerítést jelenleg is, volt nekik már eddig is, de most is építik. És hogyha áttevődik ez a bizonyos migrációs útvonal, akkor azt gondolom, hogy hamarabb épül kerítés azon a Bulgária déli határán, mint sem a román-magyar vonalon próbálnák meg megállítani. Tehát ebből a szempontból nem hiszem, hogy lesz kerítés, de hogyha több százezer ember indul meg, és nem tudják megállítani, akkor viszont természetesen fel fogják építeni.
Ha lesz belátható időn belül közös kormányülés, akkor valószínűleg nagyobb súlyt fognak kapni az infrastruktúrát érintő kérdések, amint a Törichianu kormány idején megtartott kormányülések példája is bizonyítja. A kisebbségi kérdések aligha fogják az egyeztetések fősodrát képezni. Ami a legkézenfekvőbb, és ami, hogy mondjam, legkisebb konfliktussal elérhető, az a meglévő jogszabályok tiszteletbe tartása, vagy például az, hogy a székelyföldi prefektusok ne tekintsék elsődleges feladatuknak azt, hogy mindenféle olyan tevékenységét a helyi önkormányzatoknak megvétózzák, vagy megpróbálják bíróság elé vinni, ami az identitás erősítésére, ami a szimbólum használatra vonatkozik, mert azért legyünk őszinték, ezek az emberek nem a saját ötletüktől vezérelve teszik ezt, hanem van nekik azért egy kormányzati támogatásuk. Tehát azt akartam mondani, hogy lehetne tenni azért, hogy ez ne így legyen, mint ahogy nem így volt ezelőtt néhány évvel. Tehát vannak olyan könnyű kérdések, vagy itt van például ez a két konzuli iroda megnyitása, amit eddig ugye elutasított a román fél. Ezek gesztusok lennének, azt gondolom. Gesztusokra pedig mindig szükség van, a diplomáciában pedig elengedhetetlenek a gesztusok. Kedves nézőink, ez volt a mai metszet. Bár még csak februárban vagyunk, és 4 hónap választ el az önkormányzati választásoktól, egyre több szó esik a közéletben a polgármester jelöltek személyéről. Marosvásárhelyen például továbbra sem lehet tudni, hogy független jelöltként vagy az RMDSZ jelöltjeként indul Sós Zoltán, az előválasztás nyertese. Székelyudvarhelyen is feszült a hangulat, de például Csíkszeredában vagy Sepsiszentgyörgyön csak találgatni lehet, hogy kiszáll versenybe a polgármesteri tisztségét. Jövő heti adásunkban a választási előkampányt vizsgáljuk meg. Tartsanak velünk akkor is. Most kollégáim nevében is búcsúzok Önöktől. Viszontlátásra!